1966-ban jártam Balaton Lellén egy vitorlástáborban, és hát egy hétig tartott a vitorlástábor, és majdnem egész héten esett az eső. És hát valamire vele el kellett tölteni az időnket. IT-s mérnökök, ifjú mérnökökkel voltam együtt, és azt találta ki valaki, hogy mindenki mondja el az álmát, hogy mi az, amit már az életében mit szeretne megvalósítani, vagy találni, vagy milyen vágyai vannak, szóval álom formájában. És már mindenki elmondta, és én nekem az volt az álmom, hogy valamilyen épületet szeretnék találni, ahol én malomra gondoltam eredetileg, ahol kiállításokat, vagy művésztelepet lehet csinálni, szóval egy művészeti közeget lehet csinálni, ahol azok a művészek, akik valahogy együtt akarnak gondolkozni, azok ott összejönnének, stb. Na és az egyik lány mondja, hogy van Balatonbogláron egy kápolna. Ha eláll az eső, nézzük meg. Úgyhogy így kerültem ide másnap, biciklit béreltünk, és akkor átjöttünk megnézni. Hát ez üres volt, ez a kápolna. Vagyis, hogy úgy volt üres, hogy se ajtaja, se ablaka, kicsit romos állapotban volt. És azonnal le is mentem a plébános úrhoz, megkerestem, Csövek Jenőnek hívták, egy fantasztikus plébános volt. Rögtön összebarátkoztunk, mondjuk 5 percen belül, és levelezni kezdtünk a témáról, és aztán végén még össze is tegeződtünk, úgyhogy nagy barátok voltunk, de sajnos aztán meghalt hamar. Na most ő volt az, aki elintézte, hogy a szerződést, én fogalmaztam a szerződést, és ő volt, aki elintézte, úgy 2 évig tartott, mire teljesen hivatalosan szerződés lett belőle. Mi volt az oka annak, hogy 66-tól, tehát amikortól megtaláltad a kápolnát, tulajdonképpen 4 év telt el, mire az első tárlatokat megrendeztétek? Hát a szerződés végül is szerződéshez kellett 2 év, tehát 68-ra lett meg a szerződés. És akkor én 67-ben végeztem a képzőművészeti főiskolát, és hát akkor stúdiós lettem, és hát próbáltam az én ismeretségi körömben megtalálni azokat az embereket, akikkel majd ezt a bizonyos álmot megvalósítjuk. De hát mindenkinek volt valami elfoglaltsága. Volt, aki házat épített, volt, aki szült, volt, aki mit tudom én, mit. Szóval mindenkinek volt valami egyéb teendője, úgyhogy mert hát itt építkezni kellett. Szóval ez egy romos épület volt, amit valahogyan ki kellett alakítani. Most erre is kellett volna. Szóval nem egyszerre művész is kellett volna, hogy legyen, aki majd hasznosítja, és egyszerre pedig rendbehozó ember is. Na most ez nem jött össze, és akkor így múlt el az idő. Tehát 70-re, végül is 69-ben, ha jól emlékszem, 69-ben találkoztam a Csályi Attilával, aki bemutatott egy pár ilyen amatőr művésznek, és hát akkor 68-ban volt az iparterv, ugye 69-ben, 68-ban voltak az iparterv kiállítások, és hát egy-két sráccal megismerkedtem, de azok se voltak alkalmasak arra, hogy itten vakoljanak vagy messzeljenek. Úgyhogy azokkal aztán később összejöttem, de a vakolás meszelés végül is az amatőr szférából került ki, és hát igyekeztem minimumra csökkenteni. Tulajdonképpen egy hét alatt itten megoldottuk a problémát, mi amatőrök, és hát én nem voltam amatőr, mert én útépítő technikumban végeztem, úgyhogy én tudtam, hogy mi a vakolás, meg mi kell hozzá, stb. Úgyhogy én beszereztem az ablaküvegeket, megcsináltuk a drótokat, tehát az anyagokat beszereztem, és akkor jöttek öt ember tudtam összeszedni, akit nyaralással egybekötött segítséggel megoldották velem együtt. Tehát akkor baráti alapon önerőből hoztátok rendbe a kápolnát, milyen pénzből finanszíroztátok ezt a munkát? Hát milyen pénzből? Az én pénzemből. Nem volt pénz, sehonnan nem volt pénz. Akkor én azt hiszem, hogy örököltem valamit a nagyszüleimtől, talán 10 vagy 20 ezer forintot,
Úgyhogy az ablaküvegek és a drótrács, meg minden ilyen, ami beépítésre került, arra nem emlékszem, hogy az mibe került már, az az én pénzemből ment. A vakolás és a meszelés, arra emlékszem, hogy 500 forintot, fejenként 100 forintot dobtunk be. Úgyhogy a cementet azt hoztam apámtól, egy zsák cementet, vagyis egy szatyor cementet. A homokot és a meszet vettük 500 forintért szállítással együtt. Úgy tudom, hogy a szüleid is besegítettek ebbe a munkába. Hát a szüleim időnként segítettek, mondjuk a később, ami a legnagyobb segítség volt, az a villanybeszerelés, az még mindig ugyanaz, úgy látom, hogy ugyanaz a villanyvezeték használódik, amit mi szereltünk fel. A villanyszerelés költségéhez, vagyis hát azt hiszem, hogy az egész költséget ők állták. Úgy tudom, hogy annak idején a helyi tanács is támogatta ezt a kezdeményezést. A helyi tanács azt mondta, vagyis hogy én akkor tudtam meg, hogy a helyi tanács támogatott, amikor 73. december 16-án Szabó László úr háromhasábos, egész oldalas, kulturális remek műve megjelent, amiben írta, hogy a tanács támogatta, de nem vettem észre, hogy támogatta volna. Ígérgettek mindenfélét, például ezt az utat akkor csinálták meg, amikor már bezárattak engem, tehát amikor, vagyis hát a kápolnát, úgy kell érteni. A vízvezeték, azt mondja, 72-ben, amikor pont a Haraszti István kiállítása volt, aki a mobil szobrait szállította le, nagy eső volt, stb. Folyt itt, út nem volt, csak föld volt, és a földút volt, és a földutat középen, pont középen, érdekes, nem tudom miért, pont középen kell egy út alá tenni a vízvezetéket. Lényeg az, hogy pont középen felásták, és két oldalra kidobták a földet. Tehát úgy nézett ki az út, hogy volt egy csatorna az út közepén, és két oldalt egy ilyen bucka, és esett az eső. És hogy a Haraszti hogy tudta felhozni egy talicskát, kért kölcsön valamelyik szomszédtól, és hogy tudta felhozni a nagy darab, volt egy nagy a lelkiismeret vizsgáló gép, ami hát legalább 60 kiló volt. És az talicskával feltolta itt a domb, a csúszó agyagos föld, csúszó dombon feltolta. Jó, hát ő egy hős volt akkor. Voltak-e a helybeliek között segítőid, akik gyakorlatilag, akik effektíve fizikai munkában is segítettek, illetve az ügyintézésben? Hát a helybeliek eleinte nagyon-nagyon szívélyesek voltak. Mondhatni, hogy szinte nem is értettem, hogy mennyire minden jel, tehát nem tudhatták, hogy én ki vagyok, és abszolút nyitottak voltak, és abszolút segítőkészek, és jöttek, kérdezték, hogy miben segíthetnek. Úgyhogy ők adták, amikor az 500 forint anyagköltségen készült a kápolna, az összes szerszámot ők adták, állványt, létrát, ilyen keverő eszközöket, nem gép az nem volt, de ilyen malter keverő, láda, meg stb. Tehát összes szerszámot ők adták. Ezen kívül reggelenként leraktak ide egy liter tejet, meg kenyeret, meg gyümölcsöt, meg stb. Szóval egy bájosak voltak, de nem tudom, hogy kik. Szóval akik a szerszámokat adták, azokról tudom, mert hát találkoztam velük, de hogy kitette az ajtó elé a kaját reggelenként, azt nem tudom. Úgyhogy egy fantasztikusan meselszerű kezdés volt, és amikor megjelent a Horányi Barnának ez a bizonyos cikke, az 71-ben, tehát a második évben, abban a pillanatban mindennek vége volt. Tehát nem köszöntek az emberek, ha megláttak, akkor elmentek, szóval, vagy ne is, szóval nem akartak kapcsolatban lenni. És egyszer véletlenül valakivel mégis találkoztunk, és akkor azt mondta, hogy mondja már meg, miért csinálták ezt. Mondom, mit? Hát ezt, amiről az újságcikk szól. Most hogy magyarázzam meg, hogy miért csináltuk ezt? Nem, mondtam, hogy nem csináltunk semmit.
De hát akkor miért írták az újságcikket? Most hogy magyarázzam meg egy egyszerű embernek, hogy miért írták, ha ő magától nem jön rá? Úgyhogy ez volt a 71-es év, és tulajdonképpen attól kezdve mindenki nagyon tartózkodó volt. Tehát semmi segítség nem volt falu részéről. Bocsánat, egy alkalom volt még, amikor a 72-ben, amikor zsűriztettünk, és egy kicsit oldódott a légkör, szóval több rossz cikk nem jelent meg, és akkor úgy kezdték elfelejteni az emberek. És volt a Ladik Katalinnak egy előadása a Kápolnában, egy hangköztészeti előadása, és itt volt a tanács üdülési előadója, egy fiatal fiú, ifjú házas, és ez mondjuk később lesz fontos, hogy miért mondom, hogy ifjú házas, és teljesen oda volt, hogy ez milyen jó. Ja, ő szerzett egy magnót, mert nem volt magnónk, éppen aznap ment tönkre a magnó. Szóval voltak ilyen csodák például, hogy véletlenül akkor lett egy magnó. És azt mondta, hogy ő mindent megpróbál, hogy támogatást szerezzen nekünk. De aztán volt egy ilyen kellemetlen affér, ilyen nőügy a feleségével, de nem akarok itt személyeket említeni, mert nagyon kínos volt. Az egyik művész kollega, alacsony, a hölgy pedig magas volt, nagyon élvezte a kapcsolatot. Nem történt tulajdonképpen semmi, csak annyi, hogy a srác, a üdülési előadó nagyon szívére vette, és el is vált a feleségétől. Nem emiatt, nyilván más bűne is lehetett a feleségnek. Na hát ez csak egy sztori, de nagyon fontos sztori, ugyanis annyira mérges lett a üdülési előadó, hogy aki a nagy szerető szívvel idejött, az a legnagyobb gyűlölettel kezdett viszonyulni hozzánk emiatt. És a Szabó László cikke később a szexorgiákról az ebből a forrásból táplálkozott. Csak ezért érdekes ez. Mit tudsz arról, hogy a Horányi Barna cikke is itteni helybeli lakossági bejelentésre íródott tulajdonképpen? Arról én nem tudok semmit arról, hogy a Horányi Barna miért írta a cikket. Szerintem nem azért írta, mert lakossági bejelentés ugyan. Hát ezek az emberek itt nem tudtak semmit, szóval ezek ártatlanok, lakosság. Igen, mindig ez volt a lakossági bejelentés, az volt a hatalom egyik kibúvója, hogy a lakossági bejelentés, és akkor jöttek házkutatni, vagy akármit csinálni. Nem volt ilyen. A lakosság olyan ártatlan volt, szerintem. Én erről annyit tudok, hogy itt járt a Barta Éva, hát aki a cikkben szerepel is, tehát tulajdonképpen a cikkből kiolvasható az ok, hogy miért íródott. Sőt, azt hiszem elég konkrétan benne van a cikkben, hogy a Barta Éva itt járt, én erről annyit tudok, ezt a Pajzs Laci mesélte el, ő is benne volt abban a zsűriben, aki itt az egyik vidéki kiállítást, talán a kaposvári tárlatot zsűrizték, és utána beszélgettek, és ott mondta valaki, hogy van ez a Balatonboglári Kápolna tárlat, és hogy az milyen híres, meg jó, meg stb. És a Barta Éva felkapta a fejét, hogy micsoda, hát ő erről nem is tud semmit. Na most hát a Barta Éváról a utókor számára ugye el kell mondjuk, hogy ő volt a lektorátus igazgató helyettese, tehát neki mindenről kellett tudnia az egész ország, tehát bármi az ország bármely területén történt, arról neki tudnia kellett, és erről nem tudott. Na most a Horányi Barna valószínű, hogy ott volt, én nem tudok erről többet mondani, de valószínű, hogy valahol ott volt, és ő ezt egy jó témának gondolta, amivel sikeres lehet, és nyilván a Barta Évával akkor, szóval ebből a szituációból jöhetett ki az újságcikk, véleményem szerint. Amikor megtaláltad a kápolnát, milyen állapotban volt, és az akkori környezet hogyan nézett ki, és mennyiben változott azóta a helyzet? Amikor biciklivel felérkeztünk a dombra, és megláttuk a környezetet, először is a környezetet, hát itt ezek a fák azóta nőttek ki. Itt körülbelül úgy lehetett látni az egész Balatont, végig erről a placról, ahogy most itt a hátam mögött látható.
és mondjuk a kápolna az lehangoló volt, ugye, de a környezet az később azt írta valaki, hogy ez egy ilyen mediterrán környezet, mert hogy az a... jó, hát én Olaszországban jártam 68-ban, és ezt meséltem, és aztán ez összecsúszott egy másik újságcikkel, ami arról szólt, amiről én csak hallottam, nem is láttam az újságcikket. Ez már a mitológiához tartozik, vagy a legendához tartozik. Összecsúszott egy cikkel, akik írták, a olasz labban írták, hogy Magyarországon a kápolnáknak milyen sorsa van, hogy szétrombolják, stb. Úgyhogy az én olasz utam, meg ez az olasz újságcikk összecsúszva úgy jelent meg, mintha én Olaszországban olvastam volna erről a mediterrán környezetről. Na, szóval a mediterrán környezet, szóval egyszerűen lenyűgöző volt az, hogy például voltak olyan növények, vagy fák, például egy fa különösképpen hiányzik nekem, egy olajfa a kápolna bejárata mellett, ami nagyon nagyban hozzájárult ehhez a mediterrán hangulathoz. Hát meg ezek a tuják mondjuk, azok megmaradtak. Ezt az olajfát kivágták, szóval érthetetlen módon kivágták. És hát itt beültették olyasmikkel, szóval olyan növényekkel ültették be, ami totálisan elrontotta azt az alapélményt, ami nekem akkor volt, vagy hát nem nekem, mindenkinek. Szóval amit mindenki kapott. Na most ez az, hogy én itt Európát éreztem. Szóval ez a domb Európa volt. Az olajfa, a tuják, a sírkövek, mert voltak még olyan sírkövek is, ami mondjuk fekete márvány, fehér márványból, azok aztán eltűntek szépen. Szóval elég nehéz elmondani, hogy ez hogyan volt Európa. Szóval egy kicsit lepusztult, elhanyagolt, de Európa volt. Most az, ami aztán történt utána, megrendelésre, hogy kékre festették a kápolnát, hogy itt feltöltötték a placot a kápolna előtt, és eredetileg oszlopokat betonoztak be, és úgy nézett ki, mint valami népművészeti csecsebecse. Most az, hát egyébként a hívek megbotránkoztatását váltotta ki ez a dolog, ami a szerződésemben benne volt, ugye, hogy én a hívek megbotránkoztatását nem válthatom ki, amit a későbbi rendőrség felhasznált, ezt az egy mondatot felhasználta arra, hogy a szerződést felbontatassa velem, vagyis az egyház és közöttem. És hát megbotránkoztak a hívek valóban, mert ez a funkcióváltozás nem kellett volna, hogy megjelenjen a kápolna külsejében. Most ez egy építészeti problémaként jelent meg számomra. Ismertem az építészt, akit felkértek erre, hogy ezt megtervezze, és hát ő próbált magyarázatot adni erre, de szerintem teljesen hibás volt a magyarázata. Bárki ránéz, láthatja, ez egy olyan épület, aminek van egy, szóval egy szakrális épület. Most a szakrális épület számomra, mivel én nem voltam akkor már egyház közelben, vagy vallás közelben, én egy, mondhatni, hogy ateista voltam, és nekem a kápolna nem azt jelentette, mint amit mondjuk a katolikusoknak jelentett, de mégis jelentett valami tiszteletre méltó, szóval tiszteletre méltó volt számomra az épület. Tehát nem, a tartalma az csak a szakralitás szempontjából volt tiszteletre méltó számomra, nem azért, mert hogy katolikus, vagy ilyen, vagy olyan, hanem azért, mert a szakralitás úgy is megjelent ebben az épületben, ahogy a régen az épületeket építették, hogy nem véletlenszerűen választották ki a helyeket. Szóval az, hogy ez a kápolna ide épült, ahova épült, ennek komoly oka volt. És ez az ok jelent meg abban az alapélményben, amit az előbb említettem, hogy ez egy ilyen mediterrán környezet, hogy a
hogy a Balaton egy nagy tó vagy egy tenger méretű víz és egy domb, és a dombon a növényzet, és a dombon egy ilyen szakrális épület, ezek mind együtt összetéve egy mondattá tulajdonképpen vallás nélkül is jelentéssel rendelkeznek. Na most ez a jelentés legközelebb a művészethez hozható, gondoltam én. Ugyanis a múzeumok, vagy a kiállított termek ugye nem annyira, de elvileg a kiállított termek is, lényegében a kiállított termek is, de a múzeumok is szakrális helyek. Tehát az emberi szellem, az emberi szellem megnyilvánulásának templomai, ha lehet így is fogalmazni. Tehát a templom és a múzeum nem áll nagyon távol egymástól. Most ez az, amit elrontottak, amit tökéletesen elrontottak, és én utánam, és én ezt szimbolikusnak tartom. Tehát valahogy meg kellett, hogy oldjam ezt a kérdést magamban, hogy most hogy viszonyulok ezután ehhez. Szimbolikusnak tartom, és tulajdonképpen örülök is, még azt is mondhatom, hogy örülök is ennek, mert ez most egy olyan objektummá változott, ami kifejezi azt a közeget, amelyben itt nekünk működnünk kellett. Tehát ez most így már egy múzeális érték, ilyen rondaságában, és jelentés nélküliségében, és zavarosságában. Úgy tudom, hogy a terveid között szerepelt az is, hogy a másik kápolnát is kibéreled. Hát igen, volt egy tervem, miután láttam, hogy ez jó, láttam, hogy az idea jó, láttam, hogy a hely működőképes, mert nagy volt az érdeklődés, a másik kápolna pedig még mindig romos volt. Szóval ezt miután már úgy használhatóvá tettük, és a másik kápolna itt volt romosan, gondoltam, hogy megpróbálom megszerezni a másik kápolnát is. Ez a Gál Gaston család kápolnája volt, meg is kerestem a tulajdonosokat, és a tulajdonosok nem jutottunk el addig, hogy a tulajdonosok valami konkrétumot mondjanak róla. Úgyhogy ezért aztán nem lett semmi, mert a történetnek előbb lett vége, mint velük megegyezhettünk volna. A másik kápolna azért tetszett jobban, mert a köralaprajz, hát az egy dolog, de a köralaprajzból a kripta csillagalakban kifelé épült. Tehát a kripta az nagyobb, mint a kápolna. És a kriptát és a kápolna teret együtt lehetett volna használni. Ez a másik kápolna, ez a család tulajdonában volt, vagy az egyházközség tulajdonában? A Gál Gaston család tulajdonában volt a mostani piros kápolna. Mostani kék kápolna az már az egyház tulajdona volt, mert a család az egyházra hagyta. Még mielőtt a templom megépült volna, ez a nagy templom, ezt a plébánostól tudom történetet, és addig ez volt a katolikus kápolna. Szóval egyszerre volt temetkező kápolna is, és katolikus templom helyett volt. De ez akkor már nem funkcionált, ez egy deszakralizált épület volt, ugye? Akkor, nem nagyon értem, amit mondasz. Amikor megtaláltad, akkor ez már nem funkcionált. Tehát egy amikor megtaláltam, nem funkcionált már, sőt, tulajdonképpen 30-valahányban épült a nagy templom, és azóta nem nagyon funkcionált, kivéve csak akkor, ha a családból meghalt valaki, akkor itt temették el, mármint a Körmendi család tagjait itt temették el, különben nem funkcionált, sőt olyannyira, hogy a benne levő tárgyakat, amik még a templomhoz tartoztak, tehát mint templomként kellett, hogy bent legyenek, azokat átvitték a nagy templomba, ami csak kellett a nagy templomban, azt innen átvitték oda, úgyhogy ez majdnem üres volt. Na most a döntő változás a kápolna sorsában az volt, a felszabadulás, ugye még talán mindig úgy nevezzük, tehát 45, amikor az oroszok bejöttek, akkor feltörték a kápolnát, meg a kriptát is, és kerestek, hát ahogy mindenütt kerestek valamiket, és azután úgy maradt.
Na most ettől kezdve pusztul a kápolna, és ettől kezdve, hát aztán a későbbi, mondjuk az 50-es, 60-as években, amikor a hippi téma bekerült ide a magyar kulturális szférába, akkor, hát én elmesélés alapján mondom, amit mondok, akkor állítólag itt lakoztak a hippi fejek. Úgy tudom, hogy volt itt egy bérlőtársad is a kápolnában, Árvai Géza, vagy hogy? Há, igen. Na hát szóval az előbb kérdezted, hogy miért tartott ilyen sokáig az, hogy ez kápolna lett, és csak annyit mondtam el, hogy volt az a bizonyos 5 ember, aki segített, de még mielőtt ezek lettek volna, körülbelül 1 év azzal telt el, hogy én próbáltam embereket találni, és nem találtam, hát akik segítenének. És borzasztóan egyedül voltam, borzasztóan, hogy lejönni, pénzem nem volt, szóval nagyon nem volt pénzem, mint végzett főiskolás, néha volt valami munkám, reklámgrafikát csináltam, de képet el nem adtam, mert festő voltam akkor még, semmit, szóval borzasztóan nem volt pénzem, és hát valamit kellett tenni előbb-utóbb, és akkor az első ilyen próbálkozásom az volt, hogy együtt jártam az Árvai Gézával a főiskolára, évfolyamtársak voltunk, és ő együtt dolgozott a Kupi Ferivel. És akkor azt találtuk ki, hogy akkor csináljuk együtt. De ők ragaszkodtak ahhoz, hogy akkor ők is legyenek belefoglalva ebbe a bizonyos szerződésbe. Most már nem emlékszem pontosan, hogy ez hogy van. Hogy volt? Azt tudom, hogy akkor egy új szerződést akartam írni, amiben még ők is benne vannak, mint bérlőtársak. Azért, hogy ők segíthessenek. Na de ez aztán nem jutott semmire sem, és azt hiszem, erre nem nagyon emlékszem, azt hiszem, hogy ez a papír sem készült el végül is, mert ők egyszer itt lent voltak, nekik adtam a kulcsot, és egyszer itt aludtak a kápolnában, és úgy megijedtek, hogy fejvesztve távoztak, mert hogy este ilyen furcsa hangok voltak, és a baglyok, meg a denevérek, meg a nem tudom én, ilyen tényleg misztikus volt. Én is egy kicsit féltem eleinte, amíg meg nem szoktam a hangokat. Meg a fa, bádog a tető, és a fa, hogyha fúj a szél, nekiér a tetőnek, és az ott zenélget. Most amíg az ember nem tudja zeneként felfogni, addig egy félelmet kelt, szóval olyan, mint valami rémfilmben. Szóval és sötét van, totál sötét, legtöbb gyertyáink voltak, úgyhogy még villany nem volt akkor, még sokára lett villany. Úgyhogy gyertya mellett ilyen hangokat hallani, hát szerintem az elég félelmetes. Hát amíg meg nem szokod. Úgy tudom, hogy az elején, tehát 1970-ben voltak távlati terveitek is, mégpedig arra vonatkozóan, hogy itt egy művésztelepet, illetve műterem házakat fogtok építeni. Hát igen, azon túl, hogy én ilyen romantikus alak voltam, azon túl meg nagyon praktikusan is gondolkoztam, mert azt képzeltem el, hogy ha hát a kápolna ugye az nem nagy, 5 méterszer 10 méteres, és mondjuk kiállító teremnek jó, de hogyha mi ott lakni is akarunk, vagy mit tudom én, mondjuk egy művésztelepet akarunk csinálni, ahhoz már nem elég jó. És találtam egy építészt, egy fiatal építészt, aki hajlamos volt arra, hogy kitaláljon ide valahova a domb, egy kicsit feljebb a domb tetejére, egy olyan házikót, mivel hogy kevés pénzben gondolkoztunk, ami fejleszthető. És nagyon zseniális házikót talált ki, hatszögletű termekkel, mint ugye a méhecskék, úgy építkeznek, és akkor először megépült volna egy hatszögletű helység, és akkor ahogy van pénz, úgy hozzáépülnek az újabb hatszögletű helységek, ahogyan kívánja, és akkor ezek műtermek, vagy lakóhelységek, műtermek lettek volna. Erre készült egy pontos terv. Most ennek az adott alapot, hogy volt egy Salamon János nevű fantasztikus ember, akinek a nevét itt aranyba kéne foglalni, vagy legalább bronzba, mert ez az 50-es évek
ez az ember az 50-es években hát újítónak született, feltalálónak született, és a vasútnál dolgozott, és a vasútnál hát figyelte, hogy hogyan tudná jobbítani ott, vagy hát 50-es években ugye nem volt pénz, meg mindenki feltaláló akart lenni, mert a Rákosi elvtárs ezt azt mondta, hogy az a jó, meg élmunkás, stb. És akkor ez a Salamon János kitalált egy olyan kályhát a vasútnál, amivel el lehet égetni azt a szenet, amit kidobálnak a mozdony, mert a mozdony tökéletlenül égette el a szenet, és a kidobott szenet még tovább el lehet égetni, tehát tulajdonképpen ingyen fűtötték volna az pályaudvar, vagy hát nem a pályaudvarokat, a vasútállomásokat. De aztán mire ez megvalósult volna, addigra sajnos ez a pehje volt a János bácsinak, hogy addigra már villanyvonatok kezdtek lenni, mert azt hiszem már a Lenin meghirdette ugye a villamosítás, Szovjetunió villamosítását. Tehát ez mire a János bácsinak sikere lehetett volna, addigra a villamosság átterjedt Magyarországra. Úgyhogy ez az ő pehje volt, de minden esetre ő nem veszítette el a kedvét, hanem itt tanácstag volt a faluban. És tulajdonképpen ő volt a előbbi kérdésre is válasz ez, mert hogy kérdezted, hogy volt-e segítség. Igen, ő volt. Hát lett volna. Nem volt, csak akart lenni. Tehát az volt lett volna a segítség, és hogy ő hivatalosan elintézi, ez a Horányi Barnának köszönhető, hogy nem valósult meg, szintén ennek az újságcikknek köszönhető, mert abban a pillanatban, amikor a falubeliek már nem köszöntek, abban a pillanatban ez a program leállt. Mondom, megvolt a terv, a János bácsi a kiszesekből beszervezett, nem tudom hány kiszest, akik segítettek volna az építkezésben, szerzett 10 000 forintot, akkor az elég nagy pénz volt. Hát 500 forintból tataroztuk a kápolnát, tehát 10 000 forintból már egy épületet fel lehetett húzni anyagköltségből. És tehát teljesen reális elképzelés volt, és ennek lett vége, tehát ez akkor megszakadt, amikor a Horányi cikk megjelent. És a János bácsit pedig kirúgták a helyéről, a tanács tagságából eltávolították, és akkor átkerült valami, nem tudom milyen, azt hiszem egy karbantartó brigádvezető lett belőle. És így aztán ennek a szép álomnak is vége lett. A mostani állapot, vagyis az én működésem utáni állapot, az 1973-ban készült, most már egy kicsit megkopott. Szóval amit én nagyon-nagyon érthetetlennek tartok, a motivumok használata az ablakokon és az ajtón. Ugyanis teljességgel ellentétben vannak, építészeti szempontból ellentétben vannak az épülettel. Hát a következő az a kápolna padlója, ami eredetileg tégla volt, és hát a tégla helyett csinálták ezt a hajópadlót, ami szintén nem a kápolna. Szóval a kápolnának sosem volt hajópadlója. A harmadik, vagy hát negyedik dolog, ez a vas keret, amivel a lámpákat oldották meg, ami hát szintén úgy gondolom, hogy tönkreteszi a kápolna belső architektúráját. Na most hát a kápolnáról el kell mondani, hogy itt voltak olyan előadások, például a Jancsó Adriennek volt egy előadása, a Föld édesanyám című műsorának első ősbemutatója, és a Jancsó Adrien azt mondta, hogy bármikor eljön ide előadni, mert ilyen fantasztikus akusztikai térrel ritkán találkozik. Hát ezt tették tönkre a padlóval például, ami egyik szempont. De hát ezek szimbolikus dolgok, tehát tulajdonképpen hát sok ilyet lehet találni az országban, de ami ilyen konkrétan elmondja, hogy mi is történt. 71-ben a Horányi cikk után
egy több frontos támadás indul meg ellened, ami egy totális retorzióban teljesedett ki 1973-ra. 1971-ben, amikor a cikk megjelent, ez most utóbb úgy tűnik, hogy ez egy gongütés volt arra, hogy elinduljon ellenem a hadjárat. De akkor még nem indult el, akkor ez csak arra volt jó, hogy leállítsa azokat az embereket, akik segíteni akartak, és szerint most nekem úgy tűnik, hogy a hatalom, akkor hatalom, akik alatt azt értjük, hogy akik akkor döntöttek egy ilyen kulturális ügyben, ők úgy gondolták, hogy ezt egy ilyen kis újságcikkel meg lehet oldani. Tehát mert hogy nem volt semmi, megfoghatatlan volt a dolog, tehát semmiféle bejelentést nem lehetett, vagy engedélyt nem lehetett visszavonni, tehát mert hogy engedély nem volt. Tehát nem volt semmi formája annak, hogy engem valami módon megállítsanak. Tehát ez az újságcikk, ez biztos vagyok benne, hogy ez azért készült, hogy ez legyen a papír kezdemény. Ugyanis a következő héten már is megkaptam a időpontokat, lehet egyeztetni, úgy emlékszem, hogy következő héten, de nagyon hamar megkaptam az első betiltást a községi tanácstól. Most erre én fellebeztem, akkor utána a járási tanácstól is megkaptam, és akkor utána már nem történt semmi, még a megyéhez mentem volna, illetve mentem is, de ott már elveszett az ügy. Úgyhogy ennyi volt, 71-ben ennyi volt. Most mi eközben elkezdtünk a hivatalos politika felé közeledni, hogy próbáljuk magunkat legalizálni. Ez volt az a decemberi pártközponti megbeszélés, vagyis ennek lett az eredménye, és a következő évben a zsűrizett kiállítások. Tehát ezért azt nem lehet mondani, hogy a Horányi Barna cikke egy ilyen lavinát indított volna el, az még nem volt lavina. A lavina az 73-ban következett be, amikor, vagyis hát 72-től én már elkezdtem rosszalkodni, amikor kiderült, hogy a zsűrizett kiállításokat sem engedélyezték. Ugyanis az volt, hogy 72-ben zsűriztettünk, minden szabályos volt, már ami a műveket illette, de a helyhez kellett volna még egy engedély, hogy be is mutathassuk. Tehát az az engedély lett volna, amit én lobogtathatok, hogy a hely engedélyezve van. De ezt nem kaptam meg. És akkor ezen kívül jött ez a Gulyás elvtárs, aki a itteni körzeti megbízott volt, aki még a zsűri jegyzőkönyv egy hiányzó aki egy zsűri jegyzőkönyvvel jött, aminek egy lapja hiányzott, és a hiányzó lapon szereplő műveket levette a falról. Tehát tulajdonképpen tönkretette a kiállítást, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor ezekkel nem lehet együtt dolgozni, tehát nem lehet kompromisszumot kötni velük, mert vagy hibáznak, ezt nem lehetett kideríteni, hogy most az a jegyzőkönyv valóban hiányos volt, vagy csak a Gulyás elvtárs felejtette otthon azt az egyik lapját. Ezt azóta se lehet, ezt tőle kéne megkérdezni, hogy történt. Lényeg az, hogy leszette a műveket a falról. Egy engedélyezetlen kiállítás, tehát egy zsűrizett anyagból egy hiba folytán, hogy is lehet ezt jól elmondani, tehát egy zsűrizett anyagból egy hibás jegyzőkönyv alapján leszednek műveket, de egy olyan helységben, amelyet nem is engedélyeztek. Érthető ez így? Tehát az konkrétan az hiányzott, hogy itt, tehát ez a kiállítás a Káponában lesz bemutatva, az hiányzott, az az engedély, ugye? Az az engedély hiányzott, ami arról szól, hogy egy lezsűrizett anyagot a Kápolnában bemutathatunk. Tehát, mert ha én azt a kultúrházban akarom bemutatni, akkor a kultúrháznak van egy engedélye arra, hogy bemutassa azt az anyagot.
De nekem erre nem volt engedélyem, és ezt az engedélyt akartam megszerezni a községi tanácstól. De a községi tanács nem merte, vagy nem akarta, lehet, hogy olyan okosak voltak, hogy tudták, hogy én ezt majd ellenük fogom felhasználni, ezért nem adták oda, de közben jöttek ellenőrizni egy nem engedélyezett kiállítást. Tehát egy zsűrizett, egy engedélyezett kiállítási anyag egy engedélyezetlen kiállító teremben volt bemutatva. Elég furcsa ezt megérteni, és elmondani is elég nehéz, teljes agyrém. Most ezek után én úgy döntöttem, hogy akkor végeztem a hivatalokkal, és mostantól kezdve ellenálló leszek. Akkor leveleket nyomtattam itt a kápolnában, pecséttel, előállítottam ilyen kis dekoratív levelecskéket, és elküldtem az összes kultúrpolitikusnak, hát akik így szóba jöttek akkor. Hogy a kápolna műterem ezután. Többször figyelmesen elolvasandó valamilyen szöveg volt rajta. Ezzel a kápolna jogi státusza is megváltozott? Hogy kápolna tálatokból kápolna műterem lett? Ez mit jelentett? Hát ez annyit jelentett, nem változott meg semmi, mert nem volt státusza. Tehát ez egy státusz nélküli hely volt. Annyi változott meg, hogy a kápolna tárlat elnevezés az azt jelentette a hivatal személyben, hogy ez egy illegális kiállító hely. A kápolna műterem viszont azt kellett, hogy jelentse, hogy ez egy nem hivatalos kiállító hely, ez egy magánterület. Ennyi. Tehát ez ettől kezdve magánterületként kellett, hogy kezeljék, tehát egy szemléletváltozást jelenthetett volna az ő fejükben, vagyis hogy kellett is, hogy jelentsen. Te korábban, tehát a 72-es zsűrizett kiállítás előtt valóban vétettél az akkor érvényben lévő jogszabályok ellen, miszerint a kiállításokat zsűriztetni kell, illetve engedély nélkül nem lehet propaganda anyagokat kiadni? Igen, persze. Igen. Én nem vettem figyelembe. Azért nem vettem figyelembe, de nem gondoltam, hogy ez olyan nagyon nagy bűn. Azért nem vettem figyelembe, mert tudtam, hogyha kérek engedélyt, akkor nem kapom meg. És akkor minek kérjek? Tehát én valamit meg akartam csinálni, kint voltam a nagybetűs életben, már nem az iskolában voltam, ahol mindegy, az van, amit a tanár úr mond, hanem kint vagyok a nagybetűs életben, és a saját életemet csinálom, és én felelős vagyok a saját életemért. És én nem tehetem meg a saját életemmel azt, hogy olyan helyzetbe hozzam magam, hogy valamit, amit nekem meg kell csinálnom, azt mások által megakadályoztassam. Most így fogalmazom meg. Tehát valószínű, hogy ez volt bennem akkor is, csak így akkor nem tudtam megmondani. Tehát én tudtam, hogy ez egy bűn vagy bűn szabálysértés inkább, de nem akartam a szabályt betartani, mert úgy láttam, hogy az értelmetlen az a szabály. Ezt azért kérdezem, mert érzek egy kis ellentmondást. A meglévő iratok alapján tulajdonképpen akkor ti a hivatal felé azzal védekeztetek, hogy ez nem egy intézmény, tehát mint magánszemély rendezed a kiállításokat, és ezek voltak éppen munkabemutatónak számítanak, tehát nem zsűri kötelesek. Hogy ezt valóban így gondoltátok, vagy ez csak egy érv volt az akkori támadások ellen? Hát az akkori szabályok, ennek utána lehet nézni, az akkori szabályok úgy voltak, van egy dokumentumom, ami egy ilyen összefirkált nyomtatvány, amit a kultúrházak kellett, hogy kitöltsenek. Én kértem olyat. Tehát amikor a Horányi cikk megjelent és engem betiltottak, akkor én kértem egy olyan nyomtatványt, vagy egy, hogy a szabály, hogy rám vonatkozó szabályokat be tudjam tartani. Én kértem ilyen nyomtatványt. Kaptam is. És próbáltam kitölteni, és egyetlen egy rubrika sem stimmelt. Természetesen azért, mert ez a formáció, amit én itt kigondoltam, erre nem volt szabály. Tehát, de én azt gondoltam, hogy lehetne rá szabály, tehát próbáljuk meg közösen kitalálni, hogy milyen szabály legyen. De senki nem volt ebben érdekelt. Tehát az, hogy mi írtunk ilyen szöveget, persze, az volt a cél, hogy találódjon ki valami szabály. De hát az elvtársak nem gondolták, hogy szükség van ilyenre. Mert ott volt az ő általuk kitalált stúdió,
ott volt az ő általuk kitalált művészeti alap, meg a kiállított termek, meg stb. Tehát a saját szabályrendszerük ott volt, és ők azt elegendőnek tartották. Tehát én meg csak hülye voltam, hogy most mit a... Szóval, hogy miért nem vettem tudomásul az ő szabályaikat. Hogy mi, szóval mit akarok? Nem értették, hogy mit akarok. Miért nem jó az nekem, amit ők kitaláltak? Egy beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy te tulajdonképpen ezt, mint egy intézményt működtetted, mégpedig azért, mert a hatalom intézményérzékeny volt. Ez így nem jól van megfogalmazva. Szóval ez, tudod, amit ebben a kis szövegben is írtál, hogy ezt valahogy kidombolítani. Igen, de itt nem jól fogalmaztad meg, de akkor megpróbálom elmondani. Jó. Tehát az, hogy én ezt intézménynek tekintettem, az végül is összefügg azzal, amit az előbb mondtam, hogy azt gondoltam, hogy másfajta intézményekre van szükség. Én stúdiós voltam. Tehát a stúdióban én próbálkoztam már, na itt el kell, hogy mondjam akkor, hogy mit. Ugyanis én nem ez volt az első ötletem, hogy kijövök a főiskolára, aztán már is gyorsan bűnöző, kulturális bűnözővé válok. Az nem úgy megy. Tehát kell, hogy valami történjen, mielőtt az ember bűnözővé válik, mondjuk a kultúra területén, de szerintem ez máshol pont ugyanúgy van. Tehát egy bűnöző nem véletlenül lesz bűnöző. Tehát ha nagy bűnözők, most kitérőleg hadd mondjak el egy ilyen kört, hogy a Nagy bűnesetek című filmben, egy régi filmben, ahol egy mérnök, egy gépészmérnök talált ki egy hihetetlen, bonyolult bankrablást, és pedig azért, mert ő a saját területén nem tudott érvényesülni valamilyen ok miatt. Tehát, hogy valaki bűnözővé válik, bárki legyen az, bármilyen területen, biztos, hogy van valami előzménye, vagy egy oka. Most az én esetemben az volt az ok, hogy én stúdiós voltam, és a stúdióban kisztart voltam. És én azt gondoltam, sőt, szakszervezeti tag, minden tag voltam, pártag nem voltam. De mindennek, aminek az én korosztályomban tagnak kellett lennie, annak én tagja voltam. És gondoltam, hogy én egy rendes, tisztességes honpolgár vagyok, aki állampolgár vagyok, aki betartja a szabályokat, és hogyha betartja a szabályokat, akkor ő azt csinálhat, amit akar. Tehát van valami szabadsága. Hát kell, hogy valamilyen szabadsága legyen az embernek egy bizonyos adott kereteken belül. Hogy szabadság érzete legyen. Vagyis, hogy én azt gondoltam ekkor. Mert hát most nem akarom nagyon bőre venni, de mondjuk a marxista esztétika tanultam főiskolán, még a marxista esztétikában is benne van a művészi szabadság fogalom. Tehát nincs kihagyva. Tehát művészi szabadság alatt mit értünk? A művészi szabadság alatt azt értjük, hogy a saját képességeinket, a saját adottságainkat és a saját képességeink, na még egyszer kezdem, tehát a saját képességeinket, a adottságainkat és a társadalmi kereteket maximálisan használjuk. Tehát ez lehet a szabadság, ennél több nem lehet. Tehát tudjuk, hogy mettől meddig vagyunk szabadok, és mi az, amit tehetünk, és ezt maximálisan használjuk. Én ezt így értettem akkor a szabadság, művészi szabadságot. Marxista alapon a tetejében, mert a marxista kiképzést kaptam a főiskolán. Tehát én nem voltam ellenség, kiképzett odatartozó voltam, ha úgy akarjuk mondani. Most ezek után a stúdióban én kezdeményeztem, mint KISZ munkát, önkéntes KISZ munkát akartam csinálni, ami miatt a Csályi Attiláék éveken keresztül piszkáltak, mert úgy elmeséltem nekik, hogy kezdtem ezt a játékot. Mondom, éveken keresztül felhozták ezt, hogy igen, én a KISZ-nek akartam, meg KISZ-szel akartam csinálni, stb. Ami mondjuk nem volt kellemes dolog. De én vállalom magam mindenestül. Tehát a KISZ-ben nem lehetett, a stúdióban nem lehetett. Voltak egyéb próbálkozásaim is. Például voltam a Kéri Ádámmal, voltam egy ifjúsági építőtáborban kiállítást csinálni egyszer.
aztán meg is szűnt a program. De mondom, én egy ilyen lelkes társadalmi aktivista voltam, hogyha olyan a struktúra, akkor ott, hogy az én elképzeléseimet felveszi, akkor én ott csináltam volna, de nem volt olyan. Tehát az én bűnözésem az abból jött ki, hogy ragaszkodtam az saját elképzeléseimhez. De nem tehettem mást. Ez benne van abban a történelmi pillanatban, hogy mi az, amit neked tenned kell. Ha ezt nem teszed, akkor rosszul érzed magad. Tehát ez lehet, hogy ez egy születési hiba, vagy egy adottságbeli hiba. Én inkább erénynek éreztem, vagy gondoltam. Na, szóval erről ennyit tudok mondani, hogy tehát én próbálkoztam előbb a hatalmi szerkezetben, vagy elképzelésben, de abban nem tért bele, és a hatalom nem engedett. Tehát doboz volt, dobozszerűen gondolkozott, szóval nem volt képlékeny. Tehát nyugodtan lehetett volna, hogy a stúdióban a Kiss azt mondja, hogy oké, öregem, stúdiós vagy, Kiss vagy, csináld a Boglári Kápolnát, egyezkedjünk. És akkor egy Kiss alapon csináltam volna, és akkor egy egész más irány lett volna. Ez nem jelentette volna azt, hogy én nem oda lukadok ki a végén, ahova érkeztem, csak egészen máshogy. De nem lehetett, mert annyi volt a pont. Hát gondoljuk csak meg, hát most a mostani társadalom most 1997-ben miért nem fejlődik sokkal dinamikusabban? Mert rengeteg sok fejben van benne az a program, ami még előző. Pedig most mindent lehet. Akkor még nem lehetett, mert akkor sokkal nagyobbak voltak a kötöttségek. Tehát nekem más pályám nem volt. Nekem ezt kellett csinálnom. Akkor egy kicsit visszatérve még a legelső kérdésre, hogy tehát, hogy 73-ban a Horányi cikk után milyen retorziók voltak, tehát a kölyállós dolgok, meg a rendőrség. A kölyálló az nem akkor volt. Tudom, csak mondom, szóval, tehát az végülis az 72 végén indult, meg 72 és 73-ban csúcsosodott ki. A 73-as év az egy döntő év volt, mert tovább, szóval végig játszottuk, végig zongoráztuk azokat, vagy zongoráztam azokat a lehetőségeket, amelyek legálissá tettek volna bennünket. És mivel senkit nem sikerült meggyőzni, azt gondoltam, hogy a 73-as év akkor legyen egy olyan szuper év, amiben úgy megjelenik az egész magyar underground, ami a színházak, a zene, a képzőművészet, irodalom. Tehát tulajdonképpen egy ilyen átfogó képet ad, film, és így is lőn. És az volt a tervem, mivel hogy akkor már műteremként üzemelt, hogy mindezt, mint magánaktivitást adom elő, tehát erre készült ez a kis Leporello, amit meg lehet nézni, és készfogásokkal, és egy nagyon barátságos, de mindent magába foglaló, egy ilyen, egy ilyen fesztiválszerű program volt. És körülbelül 100 művész, vagy lehet, hogy több, de körülbelül 100 művész vett részt. Benne voltak, 3 színház volt, egy csomó koncert volt, előadó estek volt, vagy előadások voltak, és egymás után következő kiállítások sora. Külföldiek is voltak. Tehát tulajdonképpen egy olyan minta eset volt, egy minta év volt, amit lehetett volna folytatni. Ezt gondoltam akkor erről, hogyha a hatalom erre, szóval ezen kívül volt benne egy agresszivitás, azt mondjuk el kell, hogy ismerjem, mert egy ilyen nagyméretű kulturális rendezvényt magánszférában rendezni, hát az egy botránykő. Tehát így is fel lehetett fogni, ez benne volt a pakliban. De azt gondoltam, hogy az ellenkezője is lehetséges.
Sajnos az első eset jött be, hogy botránykő lett belőle, és 2000 embernek küldtem el ezt a nyomtatványt, és nem sokára el is kezdődtek a felvonulások. Először jött a kölyál. A kölyál a dokumentumok alapján elmondható, én pontosan már nem emlékszem, a részletekre nem emlékszem pontosan, annyi volt, hogy a kölyál jött, megpróbálom röviden elmondani, hogy jött a kölyál, megállapította, hogy nincs WC. Erre gondoltam, hogy csinálok egy WC-t, tehát budit, tehát vidéken budik vannak, ugye? Miből áll a budi? Van egy építmény, egy zárt építmény, és van egy gödör. Ez a budi. Meg is csináltuk. Akkor van WC. Rendben, nem tudott mit szólni a kölyál, jött az építési hatóság, megállapította, hogy engedély nélkül egy építményt építettem. Na, második lépés. Erre én fellebeztem, hogy ez az építmény nem építmény, mert építmény csak építménynek, tehát mi az építmény fogalma, ezt kellett volna tisztázni, hogy építmény az, ami, a fő, ami alapozva van, ugye? Világos. Nem, igenis ez építmény, mert ő építési hatóság, ő aztán tudja, hogy mi az építmény. Minden, ami kiáll a földből, az egy építmény. Mire vannak ilyen viták, érdemes volna ezt egy ilyen külön színészekkel előadni, ez nagyon vicces volt, hogy azon vitatkoztunk, hogy akkor mi az építmény. Mert ha azt mondom, hogy én is egy építmény vagyok, ugye, aki két lábon járó építmény, meg stb. És akkor ezt ragozhatjuk még. Na, szóval az egész egy vicc volt. Lényeg az, hogy mégsem volt vicc, mert erről kaptam egy dokumentumot, és megbüntettek, már nem tudom mennyi. 1000 forint. 1000 forinttal megbüntettek, hogy én engedély nélkül építettem egy budit, egy árnyékszéket. Jó, hát persze nem volt semmi bevételem, jövedelmem nem volt. Úgyhogy a végén, aztán még sorolom, hogy milyen büntetések voltak. Akkor kijött, tehát építészetről ennyi, utána jött a tűzrendészet. Tűzrendészet, én tudtam, hogy mi az, ami szabálytalan, de a tűzrendészet nem azért jött, hogy a szabálytalanságokat megállapítsa, hanem azért jött, hogy legalább egy szabálytalanságot kitaláljon, azért, hogy ő is megbüntethessen. Így aztán azért büntettek meg, mert a kriptában egy gázpalackot tartottam. És gázpalackot pincében, vagy hogy is van, gázpalackot föld alatti helységben nem szabad tartani. Most itt akkor megint jön a kérdés, hogy a kripta az vajon föld alatti helység-e? Mert ha innen fentről nézzük, akkor föld alatti. De ha lentről nézzük, akkor nem föld alatti. Ugyanis a föld felszínéről van a bejárata. Most ez itt megint kérdéses, akkor fellebeztem megint, és kifogásoltam, hogy föld alatti lenne a kripta. Aztán hát megint nem értem el semmit, mert ők ezt, amit megállapítottak, az, ahhoz tartották magukat. De nem vették észre például, hogy a villanyvezetékek szabálytalanul mennek erre-arra, azért lehetett volna büntetni jogosan. Az, hogy mi is volt, volt még azt hiszem, vagy három olyan szabálytalanság volt, amit én tudtam, hogy szabálytalan, ez nem volt szabálytalan, amit ők kihoztak. De én nem akartam nekik lapot adni, hogy akkor találják ki már jobbra ezeket a szabálytalanságokat. Lényeg az, hogy ezért is megbüntettek. Utána jött a biztosító. Az aztán nagyon érdekes volt, ugyanis a biztosító régen nem úgy volt, mint manapság, hogy itt alkudozunk, meg stb. Ott volt a biztosító, egyszer biztosítottunk, az változatlan, 100 évig változatlan volt, és a biztosító felbontson egy biztosítást, tehát az nonsense, olyan nem volt. Tényleg nem volt, én egy ilyen példát se tudok. Biztosító megállapította, hogy a biztosításomat nem, a biztosításomat lakásra kötöttem, lakásbiztosítást kötöttem, és a kápolna az nem lakás, és ezért felbontja a biztosítást. Erre, de próbáltam bizonyítani, de ahol lakunk, az lakás, ugye? Itt már megint ez a kettősség, hogy a szemléleti kérdés. Aztán ebből én csináltam egy munkát is, amiből aztán kijött egy sorozat, már ami az én magánműködésemet illeti.
ez a Változtatott Nézőpont című munkám, és ebből jött ki az az ego, egész ego program, ami az életművem ego részét illeti, ebből a helyzetből, hogyha így nézem, akkor ez, ha úgy nézem, akkor az. Most ez így csupa ilyen volt. Tehát ha így nézem, akkor ez művészet, úgy nézem, akkor nem művészet. Szóval ezek voltak a 70-es évek témái, tulajdonképpen nem csak nálam, hanem a magyarországi konceptuális művészetben nagyon sok helyen megtalálható ez a kérdésfelvetés. Hát az Erdély Miklósnál például a nézőpontváltozás az nagyon fontos szerepet játszik, hogy máshonnan nézzük a dolgokat, és akkor egészen más lényeg. Na, szóval ez a történet erről szól. Tehát az én egész történetem, a Balatonboglári történet arról szól, hogyha az illetékesek egy más szempontból nézték, tudták volna nézni, akkor ez az egész dolog rendben lett volna. Tehát akkor folytatom az atrocitásokat. Tehát akkor a biztosító, gondoltam, hogy jó, és én mindig jó hiszemű voltam, mert azt gondoltam, hogy lehet, hogy neki igaza van. Tehát valamilyen szempontból igaza van. De az a szempont az nem erre vonatkozik. Az egy másik kérdés. És akkor ezért a biztosító esetében azt tettem, hogy elmentem Budapestre, és bementem a legközelebbi biztosítóhoz, és megkérdeztem tőlük, hogy lehet-e vidékre biztosítani. Mondták, hogy lehet, természetesen. És biztosítottam Budapesten a Balatonboglári kápolnát. Na most. A következő volt az érdekesség ebben a biztosítási dologban, hogy ha biztosítva vagyok, és betörnek, akkor abból lehet egy eset. Ha nem vagyok biztosítva és betörnek, akkor abból nem lehet eset. Ugyanis mikor a biztosítást megszüntették, akkor utána a rendőrök feltörték a kriptát. Valakik, úgy mondom, ismeretlen személy feltörte a kriptát. De hát ki a csoda törte volna fel a kriptát? Na most jó, tegyük fel, hogy egy ismeretlen személy feltörte a kriptát, az az ismeretlen személy bizonyára onnan valamit el akart vinni. De a kriptából semmi nem tűnt el, csak feltörték, és semmit nem vittek el. Ez történt biztosítás ügyben. Na jó, lényeg az, hogy biztosítottam Budapesten, ez rendben volt, kivétem. Mi volt még? Hát ezekkel a hivatali támadásokkal párhuzamosan 72 végétől, tehát a 72 nyarának végétől, illetve 73-ban egyre inkább sűrűsödtek a rendőrségi razziák, és ezek hogyan zajlottak? Ja, a rendőrségi razziák, igen. Hát a rendőrségi razziák hetente kétszer voltak. Ha kiszámoljuk, hogy hány volt, könnyű, ahány hétig működtünk, minden héten kétszer jöttek, szinte rendszeresen, mint akik hazajönnek. És általában ketten jöttek egy kutyával. Na most egyszer, amikor a halászék voltak itt, akkor jöttek heten négy kutyával. Most megkérdeztem, hogy ez hogy is van, és akkor mondták, hogy hát teljesen egyszerű, úgy van, hogy megpróbálják megtudni, hogy mekkora a feladat. És annak megfelelően jönnek. Tehát a szám az... Tehát megtudták, hogy itt van ez a nagy felvonulás, sokan alszanak a kápolnában. Mert az alvás volt probléma, ugye? Mert hogy itt csupa olyan ember volt, diákok, állástalanok, vagy állástalan értelmiségiek, akiket valami másokból már kiraktak az állásukból. És szóval nem gazdag emberek voltak, és arra akartak kényszeríteni bennünket, vagyis hát az idejövőket, hogy valahol vegyenek ki szállást. Tehát a szállások már akkor is azt hiszem, ha napi 300 forint, vagy körülbelül úgy rémlik, nem tudom már pontosan, de szóval Körner Éva meg tudta tenni, hogy kivett egy szállást. Meg a Kurták György. De a többiek nem tudták megtenni, mert nem volt annyi pénzük, még az idősebbek meg sem. Úgyhogy arra akartak kényszeríteni, hogy itt ne lakjunk. Egyszer itt is volt a pártközpontból Molnár nevű, a másik nevére nem emlékszem, egy nagyon-nagyon rendesnek kinéző ember, jó, szóval ez 72-ben volt, a betiltások után volt, idejött és próbáltak segíteni. Tehát úgy jött ide, hogy
segítőkészségét próbálta bizonyítani, és annyit kért, hogy este, ha itt is alszunk, oltsuk le korán a villanyt, hogy ne lássák lentről, hogy mi itt alszunk. Én mondom, miért olyan nagy probléma? Mert hogy ez nem lakás, és hogy itt nem lehet lakni. De mondom, ez a műtermem, miért ne aludhatnék a műtermemben? De hogy nincsen használatba vételi engedélyem. Most én kértem használatba vételi engedélyt, de nem adták meg. Amit meg kellett volna, hogy kapjak már akkor, amikor bérbe vettem. Ugyanis a bérbevételi szerződésben benne van, hogy én milyen célra használom. Tehát ezt 1968-ban, amikor a bérleti szerződéssel én bementem a tanácsra, hogy megkérdezzem, megérdeklődjem, hogy esetleg valamilyen támogatást tudok-e kapni erre a leendő művészeti programra, akkor én megmutattam ezt a bérleti szerződést, és ott senkinek eszébe nem jutott az, hogy esetleg kellene egy használatba vételi engedélyt, vagy szóval egy funkcióváltozásra kellene valamilyen papírt gyártaniuk. Tehát aztán nekem pedig nem jutott eszembe, mert nem én vagyok a hivatalnok, aki ezzel kell, hogy foglalkozom. A lényeg az, hogy már igen, 72-ben volt, hogy a Molnár elvtárs azt mondta jó szándékkal, ő a párt részéről volt, a párt központ részéről volt itt, ő azt hiszem irodalmi ügyekkel foglalkozott. Azt mondta, hogy csináljunk úgy, mintha nem laknánk itt. Na jó, szóval az itt lakás, nem itt lakás, hogy hát ez is olyan áll probléma, ugye manapság ilyen nevetségesnek tűnik, hogy most na és hogyha itt lakunk, akkor mi van? Ez is egy szempont volt, vagy egy ilyen ütközési pont, kitalált ütközési pont volt. Bagó Gyula, úgy hívták? Igen. De biztos, hogy ő volt. Biztos, hogy ő volt, mert a leveleket futárok szokták hozni, vagy mert hogy postám nem volt. Eleinte postára küldték, de aztán nem vettem át sokáig, mert nem mentem postára. És akkor a futárok hozták fel a leveleket. De ez az utolsó levél volt a halálos ítéletem, és én már tudtam, hogy ez az utolsó, mert már háromszor vagy ötször fellebeztem, és mondom, most már több fellebezési lehetőségem nincsen. És jött a Bagó úr, vagy elvtárs, jött, és a kápolna ajtaja akkor egy ilyen kerítésrácsból készült, ami a szellőzés miatt két ajtaja volt, a másik ki volt nyitva, és a kerítésrácsot az be lehetett lakatolni. És az be volt zárva napközben is, már én éreztem a végjátékot, be volt zárva. És jött és hozta a levelet, és mondta, hogy ezt vegyem át a rácson keresztül. Mondtam, hogy nem veszem át. Erre próbált rábeszélni, nem ment a rábeszélés. Lényeg az, hogy egyszer csak, mondom, azt mondja, be akarja, mondom, ott kint nem veszem át. Ja igen, ez volt, hogy ott kint nem veszem át. Azt mondja, nyissa ki az ajtót, mondom, nem nyitom ki. Na szóval ilyen vicces jelentek voltak. És egyszer véletlenül a harmadik nap, ez az már a végrehajtási papír volt, az az előző nap sikerült, véletlenül valaki ment ki, és nyitva volt az ajtó, és ő besurrant. És azt mondta, hogy na most itt át kell, hogy vegyem. És akkor én meg már tudtam, hogy most nincs mit tenni, hát szóval át kell vegyem. De nem tudtam, hogy még egy nap van vissza. Ha tudtam volna, akkor még egy napig sztrájkolok, de nem tudtam, hogy már csak egy nap van vissza. Úgyhogy átvettem, és másnap reggel jöttek. Benne volt, hogy mikor jönnek, és ezen az úton jöttek fel, itt vártuk őket, vártuk, egy kicsit késtek, mert elég sokan jöttek. Jött három ilyen rendőrautó, szóval amiben sok rendőr katona szokott ülni, szóval ilyen nagyobb autó, ez, és utána jött két vagy három civil autó, tehát összesen vagy hat autó jött így libasorba, és itt ide feljöttek, úgy ahogy áll ez az autó, itt sorakoztak, éppen egészen betöltötték ezt a terepet. Az első két vagy három autó, nem emlékszem, amiből a katonák és a rendőrök kipotyogtak, úgy ahogy a filmekben szokás, és csatárláncot alkotva egyik csapat fele arra fölfelé ment el, a másik pedig itt lefelé erre. És a végén ott találkozhattak, mert aztán jöttek így vissza
Szóval mint a, hogy mondja, mi ez átfésülés. Átfésülték a terepet, mindenkit összeszedtek, akit itt találtak. Jöttek erre úgy véletlenül, micsodák, ilyen turisták, akiket nem is ismertem. És azokat is ide hozták, és kérdezték tőlem, hogy ők kicsodák. Mondtam, hogy hát én honnan tudjam, hát erre járkáltak, honnan tudjam, hogy kicsodák. De mindenkit megmotoztak, vagyis nem, mindenkit felkértek, hogy a táskáit ürítse ki, ide, itt ezen a placon, ott a pad irányában, itt középen, itt volt egy tűzhely, ahol néha tüzet raktunk, és ott azon a helyen, ami még nem volt ennyire szép füves akkor, ezen a helyen kiürítették mindenkinek a táskáját, zsebét, stb. És itt volt az, mert a Dobos Gábor fényképezte őket, amint jöttek föl. Úgyhogy egy pár filmkocka ebből megtalálható. És a Dobos Gábor ezen a helyen, hát nem volt ilyen szép fű, kikapta, amikor látta már, hogy mi van, kikapta a gépéből a filmet, és 10 körmével bekaparta a földbe. Úgyhogy így maradt meg az az egy film, a többit azt mind elvitték mindenkitől, a filmeket kiszedték a gépekből, minden, tehát a turisták gépeiből is kiszedték a filmeket. Na most ezután, hogy kik jöttek? Tehát voltak a katonák meg a rendőrök fele-fele arányban, utána jött az adminisztráció, a megyétől, a járástól és a községtől. A községtől jött volt egy ember, akinek az volt a feladata, hogy ő hozta az írógépet. Még az írógépet is hozták. Itt írták meg a jegyzőkönyvet. Az első ember, aki udvariasan egy fekete öltönyös úriember, fehér ing, fekete öltönnyel, a megyei pártitkár, barátságosan üdvözölt. Hát hogy néztem ki? Volt egy kopott fehér trikóm, az volt az ingem helyett, olyan kicsit szakadozott volt már. Volt egy szakadozó farmer nadrágom, és volt egy sarum, amit valamelyik lány csinált, és ajándékba nekem csinálta, ilyen szíjból, szóval olyan elég hevenyészet, szóval olyan házi készítmény sarú. Szóval és ilyen hosszú hajam volt. Van erről egy fénykép egyébként. Mint egy, szóval jól néztem ki. És a párti, szóval azt le kellett volna fotózni azért, ahogy a pártitkár ott kezet fog egy ilyen Krisztus-szerű fazon, meg ez a öltönyös, nem tudom, a Pilátus, vagy nem tudom, kicsoda. Szóval nagyon szép jelent volt. És mondta, és akkor mondta, hogy ugye tudja, hogy megkapta a végrehajtási jegyzőkönyvet, hogy tudja, hogy most, hogy aláveti-e magát ennek a procedúrának. Mondtam, hogy hát van más lehetőségem. Azt mondja, nincs. Hát mondom, akkor igen. És akkor szép simán ment. A rendőrök, civil nyomozók is voltak. Két civil nyomozó a kápolnában az összes papíromat átnézte, szóval házkutatást tartottak. Keresték, mint utóbb megtudtam, dollárt kerestek, szóval valutát kerestek, mert valaki azt találta ki, hogy talán én azért tudtam életben maradni, mert nyugatról, azt gondolták, hogy nyugatról engem támogatnak. Akkor biztos valuta kell, hogy legyen a közelben. De hát azt nem vették észre, hogy nekem a fogaim már kihullás előtt voltak, meg ilyen voltam, mint egy szál belül, szóval nálad sokkal soványabb, és szóval csont és bőr voltam, azt nem vették észre. Na és akkor fölmentek még a padlásra is, és akkor gyorsan utánuk mentem, nehogy nekem oda rakjanak. Megnéztem a kezüket, hogy nehogy oda tegyenek valamit nekem, amit aztán megtalálnak. Úgyhogy mentem utánuk. Úgyhogy a padláson is fölszedték a... Szóval rendesen házkutattak. Felforgattak mindent, minden lukba belenéztek, és kész, ez volt a nyomozás. Utána jött a brigád. Még őket megelőzően, még mielőtt jöttek volna ők, jött egy brigád, akik nem tudták, hogy miért jönnek. Milyen brigád volt? Valamilyen kömbes brigád egy teherautóval. Arról is van fotó. És a brigád nem tudták, hogy miért vannak itt, aztán el is mentek. De aztán visszajöttek megint, és ők azért jöttek, ott volt a teherautón a kő, a méz, vagy tégla, a méz, a cement, a stb., ami kell a falazáshoz, befalazták a kriptát. Most ez egy gyönyörű, szép jelenet volt, miután a kriptából minden cuccot felvittek ugyancsak ők a kápolnába. Szépen berakták,
utána nekiálltak és befalaszták a kriptát. Most jött egy lakatos mester, ugyanaz a lakatos mester, aki nekem az ajtómat csinálta, a vasajtót, ugyanez a lakatos mester fel lett kérve arra, hogy csináljon ide egy ilyen jó vastag vaspántot, amire két lakat is ráfér. És ez volt a záró aktus, hogy felszereltek egy ilyen nagy erős vaspántot, arra két lakatot, az egyik lakat kulcsa náluk volt, a másikat én kaptam meg, hogy csak együtt tudjuk kinyitni. Ezzel záródott az akció, és a jegyzőkönyvvel, amit itt a idehozott írógépen megírta némike, illetékes adminisztrátor néni. Na hát így körülbelül ez volt az esemény. De gyönyörű volt, mert körülbelül annyi ember volt, mint a legjobb előadásokon, csak itt az előadók voltak annyian, a nézők voltak kevesebben.